Sziasztok, Hessa vagyok, ez itt a Click TV, és itt vagyunk a Sophistic együttessel, illetve két táncosukkal, és most őket fogjuk faggatni. Sziasztok, mutatkozzatok be! Én kezdem? Melkle Válint vagyok, a Sophistic egyik táncosa. Sziasztok, Noah vagyok. Hello, Amina. Sziasztok, Peci vagyok. Szia, én Deres Álna vagyok, a Sophistic másik táncosa. Olvastam, hogy elég nagy sikereket értetek el külföldön. Volt egy verseny, ahol 16 ezer versenyzőből benne lettetek az első ötben. Meséljetek erről. Igazából igen, tehát ez még az elején történt, nagyon-nagyon örültünk neki, tehát 16 ezer dalból a miénk, tehát az öt dal lett az első ötvenben, és a Tears of Millions, amiből a klip is készült, az pedig az első ötben végzett. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, nagyon nagy sikereket értünk el ezzel. És hála Istennek jók a visszajelzések, úgyhogy menni is fogunk, úgy néz ki, hogy májusban, Svájcban fogunk fellépni. Pontosan mikor alakult a csapat? Igazából egy éve, de egy olyan fél éve van az, hogy onnan számíthatjuk inkább, hiszen akkor indultak el a komolyabb munkálatok. És hát mikor is, olyan februárban dobbantottunk így a nagy közönség elé. És mióta ismeritek egymást, vagy hogy csapódtatok így össze? Ez egy érdekes történet, a csajok azok hozzám jártak énekórára eleinte, akkor még így nem volt a zenekar. Aztán úgy döntöttünk, hogy akkor csinálunk ebből egy lánycsapatot, és akkor ez így igazából megszületett elég hamar. Egy pár hónapnyi éneklés után már így megfejtettük a történetet, hogy ez a legjobb. És te mióta tanítasz? Hú, de már nagyon régóta, már miután lediplomáztam, azóta ez már jó pár éve volt. Mióta énekeltek? Mindannyian azt gondolom, hogy gyerekkorunk óta, igazából nagyon fiatalon kezdtük, több különböző műfajba kipróbáltuk magunkat, és most itt vagyunk. Magyar számaitok vannak azért? Igen, ez most készülnek igazából, már megkezdődtek a munkálatok, íródnak a számok, a dalszövegek is, úgyhogy szerintem hamarosan majd láthatjátok. A koreográfia hogy épült fel a kliphez, vagy fellépésekhez? Hát ez úgy történt, hogy van egy nagyon szuper koreográfusunk, Szabó Tomi, aki foglalkozott ezzel a dologgal, és ő állította össze, de szerintem a srácok erről több minden infót tudnak mondani. Igen, hát körülbelül olyan fél éve mondta nekünk Tomi, Szabó Tomi, hogy lenne egy munkalehetőség a Sophistic-kel kapcsolatban, akkor egy klipforgatásra készített fel minket, és azután kezdtük el a koreográfiákat csinálni erre a négy számra, amiből lettek a fellépések is. És mióta táncoltok ti? Hát én most 4 éve táncolok, először a New Dancer-ben táncoltam, most a Szabó Tominál vagyok, már lassan 1,5 éve, és utána én egyből belekeveredtem ebbe a projektbe, azóta itt színesítem a csapatot. Na, annyira ügyesek, tényleg. Szerintem hazudik, ne higgyetek nekik. Én körülbelül 2 éve táncolok, és Szabó Tominál kezdtem el ezt az egész táncőrületet. Nem is jártam soha senki máshoz, és ez így is marad, és a Sophisticnél is így maradok. Én hallottam őket énekelni. Az Ádám egyébként tök jól énekel. Tud énekelni. Nagyon jól énekel. Nem, tényleg jól énekel, csak itt megjátsza magát. Viszont szerintem, drága Bálintunk, maradjon a táncolást. De szeretünk. Terveztek-e még klipet mostanában? Igen, úgy néz ki, és ez egy nagyon érdekes dolog lesz, ugyanis ez egy feldolgozás dal lesz, és ez egy meglepetés, úgyhogy erről több infót nem is mondunk ki. Ne is kérdezz, igen. Akkor kérdezlek a mostani klipetekről, meséljetek erről valamit, mi az érdekesség benne? 3D. Igen. Mondd, 3D-s technikával készül. És igazából egy csomó különleges dolog volt benne. Például akkor beszélek az én dolgaimról, az én cipőm például Lady Gaga egyik videoklipjében volt látható, igen. Az egyik börtönös jelenetnél, tehát ez volt rajtam, nekem ez nagyon bejött. Nehéz volt benne menni, mi? Szerencsére nem kellett benne menni, mert nem, egyáltalán nem is lehet benne. Aha, igen. Mindannyian belebújtunk, de képtelenség. Tehát egyrészt, hogy olyan súlya van, és úgy néz, mint egy vasaló, tehát katasztrófa. De egyébként tök jól néz ki, meg dizájnos, meg minden, csak menni nem lehet. Tehát ez olyan, hogy odébb raknak benne, vagy ülsz, tehát így ez a két variáció van, igen, életesen. 3D-s videoklipje másnak is van. Mi az érdekesség a ti 3D-s klipetekben technikailag?
Hát ez, hogy ez egy aktív 3D-s videoklip, tehát nem passzív, és ezt be is fogjuk mutatni a nagy közönségnek hamarosan. Lesz egy tavasszal egy divat bemutató az Állésról, egyébként a srácok is fellépnek. És igen, bízunk benne, addig ne törjétek ki a nyakatokat. És ott bemutatják a videoklipet, és akkor ott majd szemüveggel meg lehet nézni, és ezen kívül még egy nagyon-nagyon jó dolog előtt állunk, ugyanis még a mozik is fogják játszani májustól. Úgyhogy így módon egyedülálló a 3D, tehát hogy az aktív 3D az valóban nekünk van egyedül Magyarországon, hála Istennek. És a világban meg senki nem játsza a mozikban, úgyhogy azt el kell mondani, mert ez tényleg nagyon jó dolog, hogy milyen lesz az első. Biztos kérdezték meg tőletek, hogy három lány ugye dolgozik együtt, mennyi a konfliktus? Abszolút nincsen, tehát így egy nem szoktunk. Ha van, biztos... akkor megverjük egymást. Én egyszer, Amina nagyon jól tud rúgni, tehát... Megfejelni is tudok, igen. Hát így szeretetbe el vagyunk, igen. Nem, egyébként tényleg barátnők vagyunk éppen, ezért mindent meg tudunk beszélni, és meg tudunk oldani, és amikor pedig munka van, akkor pedig munka van, és nincs az, hogy féltékenykedünk egymásra. Egyébként sincs az, hogy féltékenykedünk egymásra. Féltéknénk egymást, de így... Nem, azért, hogy gondoltad? Igen, tehát ebben azt gondolom, hogy tényleg kivételes a mi helyzetünk, ne röhög, kivételes a mi helyzetünk. Na jó, akkor beszéljetek ki, hogy érdekel. Na, így szokott kezdeni a merekedés. Egy koncertre mennyi idő, míg felkészültök? Reggel hajnali 5-kor jöttünk ide. Nem, egyébként tényleg hülyeséget félretéve, tehát tényleg nagyon sok meló, tehát mi minden nap kell járjunk konditerembe, énekórákra, táncpróbákra rendszeresen, muszáj, mert karban kell tartsuk magunkat, tényleg, hogy bírjuk. Tehát azért egy koncertet lenyomni az elég fárasztó, fizikailag is megterhelő, meg tényleg az embernek jelenlétben ott kell lenni, utána interjúk, beszélgetések, stb. Tehát azért ez mindenképpen sok edzést igényel, úgyhogy jó sokat szoktunk próbálni előtte mindig. Ha mondjuk pénteken van egy buli, akkor egész héten próba van. Értem, és hol lehet hallani rólatok a Viván kívül? Hát a Viván kívül a Music Channel-on is már játsszák a klipünket elég régóta. A Viván, hála jó Istennek, nagyon jó helyezést értünk el, tehát minden nap szinte a napi top 10 első háromjában szereplünk. Elsők is voltunk nagyon sokszor. Engedélyezem a felszólalást. Nem, nyugodtan drágán. És ezen kívül, hát ugye lesznek koncertek, jövő héten is már megyünk vidékre is, és külföldre is. Szlovákiában lesz egy koncertünk hétvégén. Szóval ez a Super Gym nevezetű... Konditerem! De nem csak konditerem, és próbaterem, és tánc lehetőség, és ének lehetőség, és gyertek ide, mert tényleg itt minden van, és nagyon érdemes meglátogatni. Jó vagyunk mi is, minden nap itt próbálunk. Kőkeményen próbálunk. Itt ez a terem még helyenként felújítás alatt áll. Ne nézzetek nagyon szép. Na jó, de nézzetek nagyon szép, büszkék vagyunk erre. Itt izzadunk nap, mint nap, úgy nézzétek, úgyhogy ez. Szeretjük a csöveket. A tükröket, az órát, ami mutatja, hogy még mennyi idő van hátra a próbákból. Ezek mind a papírtörlőkendő, amivel töröljük a homlokunkat. Tehát ezek mind, igen, ezek a mi dolgaink. És van egyébként egy elérhetőségünk, a Facebookon is megtaláltok bennünket, és www.sophistic.eu, az a honlapunk, ott több zenénk is van, és... A Viva honlapján is fönt vagyunk, ott is lehet lájkolni, és a Facebookon külön saját rajongói oldalaink is vannak, ahol velünk közvetlenül tudnak kommunikálni a rajongók, úgyhogy keressetek meg minket. Rajongói leveleket szoktatok kapni? Igen, én rengeteget, tehát ilyen minden nap, legalább egy 4-5-öt mindenféleképpen, de azon kívül meg még az üzi falon. Ki az, aki még nem barátkozik vele? Én még nem kaptam, úgyhogy kívüljatok. Én nem barátkozok vele. Nem baj egyébként, mi nem fájt egyébként. Tényleg, tökében. Most ne nyomajogják, képzétek el, hogy őt meg egy rajongói leányzó lerajzolta, és egy nagyon-nagyon szép rajz készült Amináról, úgyhogy csak hallgass el, öcsém. Hát köszönjük az interjút, és további sok sikert! Mi köszönjük szépen! Sziasztok! Igen, ez a Klik TV! Klik TV! Klik TV! Klik TV! Klik TV! Klik TV! Klik TV!